Az éveleit már sikerekkel indította a Makói királytím csapata Lúz Csaba vezetésével. Járovszkijevic Krisztián vezetőedző örömmel számad a stábunknak az első megmérettetésről. A Golden Glove nevű ö, olaszországi versenyen nagyon szépen szerepeltek a Makói Kibox Akadémia versenyzői. öten utaztak ki a csapatból, és nyolc érmet is sikerült ö, hozniuk. Kiemelkedő volt Lós Dominik, aki két aranyéremmel és egy ezüstéremmel távozhatott a versenyről, de rengeteg jó teljesítményt láthattunk. A fiatalok a nemzetközi debütálások ellenére nagyon tisztesen helytálltak, nem ijedtek meg a nagy nemzetközi mezőnytől, attól a stresszfaktortól, amit egy ilyen tömeg, egy ilyen nagy rendezvény tud okozni, és első nemzetközi versenyükre is nagyon-nagyon sok szép hoztak. A vezetőedző azt is megjegyezte, hogy a tíz éves Székely Hídi annak egy arany és egy ezüstérmet szerzett, amely nagy meglepetést okozott, mivel nemrég kezdte el ezt a sportot komolyabban űzni. Az év első versenyét pár nap pihenő követte, majd a csapatból már egyedül Lós Dominik utazott is tovább, hiszen Angliában már egy következő megméretet is várta junior és felnőtt kategóriában. A Watfordi angliai versenyen öt aranyérmet, egy ezüstöt, illetve egy bronzérmet sikerült szereznem. Nyilván a felnőtt kategóriában jó lett volna az az aranyérem, de majd legközelebb próbálkozom. Egy rutinos, illetve tapasztalt versenyzővel volt dolgom. Úgy érzem, hogy jól sikerült a mérkőzés, illetve a jövőben én úgy gondolom, hogy szorosabb mérkőzésre számítok, illetve remélem felül tudok kerekedni rajta. Lós Dominik és társai sem dőlhetnek hátra, hiszen a hétvégén Horvátországban vár rájuk egy újabb verseny. A felvezető sporteseményeket követően most már a ranglista versenyek következnek, amelyek mértföldkövek lehetnek, mivel a té a válogatott jutás.